A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Emberi Erőforrások minisztere pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott Ládiné Roncsek Ilona Eszter tanítónő, a Karcagi Arany János Általános Iskola pedagógusa részére. Ládiné Roncsek Ilona Eszter Karcagon született 1958. március 14-én. 1979. június 16-án szerzett oklevelet a Debreceni Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanítóként, könyvtár és rajz szakkollégium képzettséggel. 1979. május 3-án kezdett dolgozni az akkori Arany János úti általános iskolában. Elsősorban olyan szabadidős tevékenységet szervezett, köztük számtalan tábort, amelyeken a tanulók fantáziája, kézügyessége, kreativitása kibontakozhatott. Az iskolában az ő nevéhez fűződik az Iris technika és a labbuk alkalmazása. Az Országos Tűzvédelmi Bizottság 2017-ben meghirdetett pályázatán megyei, majd később országos szinten is első helyezést és országos különdíjat szerzett. 10 évvel ezelőtt a Roma projekt, a cigány népismeret helyi tantervet is ő dolgozta ki. Ezért a munkásságét a Karcagvárosi Cigány Nemzetiségű Önkormányzat elismerő oklevélben részesítette. Elért eredményeit mindig szerényen kezelte, nem kérkedett, egész munkássága alatt alázatosan végezte oktatónevelő munkáját. 2019. november 20-án fejezte be az aktív munkával töltött éveit. Ládiné Roncsek Ilonával beszélgettünk, aki jól számom másfél hónapja, lassan két hónapja megkezdte a nyugdíjas éveket az Arany János Általános Iskolából, és az Emberi Erőforrások minisztere pedagógus szolgálati emlékérmét vehette át itt az ünnepségen. Milyen érzés nyugdíjasnak lenni? Hát nagyon jó érzés, és az az igazság, hogy már a nyári szünetet is otthon töltöttem, tehát november 27-én úgy folytatódott az addigi életem, de nagyon jó érzés. És nem hiányoznak a gyerekek, hiszen azt gondolom, hogy 40 év után kilépni az aranyiskolából, ahol azért rengeteg mindent, hiszen elhangzott a méltatásban, mi is ott voltunk, nagyon sok olyan rendezvény, amin ön szervezett, nem megy vissza egy kicsit nosztalgiázni? Hát néha vissza szoktam menni, de nagyon hiányoznak a gyerekek, a kollégák, de azért a kollégákkal azért elég sűrűn összefutunk, és próbáljuk tartani a kapcsolatot. A magyar kultúra az ön számára mit jelent, hiszen tudom, hogy a lánya azért novellákat is ír, tehát azért próbálta a családon belül ezt megbeszélni, átadni, de ön számára mit jelent a magyar kultúra? Hát nagyon fontos, nagyon fontos. Mindenképpen át kell adni a következő nemzedéknek, a gyerekeknek, és különösen nekünk fontos, hogy a mi gyerekeink is megtapasztalják azt, amit mi átéltünk annak idején gyerekkorunkban, és hogy ebbe a szellemben nőjenek fel. Mondjuk, hogyha azt képzelem, hogy ki a kedvenc írója, mi a kedvenc zenéje, sorolni tudja, vagy azért valami igazi, ami csak úgy a polcról leveszem, ha rossz hangulatom van, ha vidám vagyok? Németh László. Német. Pont ő. Van kedvenc vers is tőle? Németh Lászlótól az regényeit szeretem. Németh Lászlóból írtam a szakdolgozatomat. És saját kutatásaim alapján voltam a Volt iskolájába, beszélgettem olyan emberekkel, akik találkoztak vele, és nagyon nagy hatással voltam. Nem csak... Egy picit elfeledett, tehát azért a mai fiatalok nem biztos, hogy tudják, hogy kő pedig az önek is vannak jó dolgai. Egy biztos, hogy a lányomnak sikerült továbbadni a szeretetét, mert gimnazista korában ő is egy Németh László pályázaton vett részt, és első helyezett lett. És akkor itt a vonal már megvan. Igen, tehát folytatódik, és azt hiszem, hogy tehát az olvasás szeretetét, az irodalom szeretetét, azt mindenképpen sikerült azt hiszem átadni a gyerekeimnek is, meg a tanítványaimnak is, remélem. És hát azt gondolom, nyugdíjasként bemegy a szobába, leveszi a polcról, és nem kellett tenni, hogy most csak 10 oldalt tudok elolvasni, mert holnap matek, rajz, akármi foglalkozásra készülök, hanem nekiül, és akkor amíg úgy kedve, ideje tartja, addig végigolvassa. Igen. Rengeteget olvasok, másik pedig az, hogy rászoktam a rejtvényfejtésre. És hát voltak még terveim, hogy miket fogok csinálni. Össze van készítve rengeteg minden, hogy kézműveskedni fogok, barkácsolni fogok. Hát a nagy doboz az még ott van, arra még nem jutott idő, de majd remélhetőleg arra is sor kerül, hogy egy kis íriszezéssel foglalkozzak és egyebekkel.
Akkor a bakancslistát még nem lehet kifipálni, de azt gondolom ez így van rendjén. Én boldog és egészségben teli nyugdíjas éveket kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm.